Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Az önkormányzat és a városi sportegyesületek szorosabb együttműködése, valamint az egymás közötti gyorsabb információ áramlás fokozása volt a célja a február közepén megtartott sportfórumnak. A résztvevők civil referenst is választottak Ceglédi Dukai Enikő személyében. Nemrégiben egy sportfórum került megrendezésre, amire a polgármester úr hívta meg a sporttal foglalkozó egyesületek vezetőit. Hogyan sikerült ez a rendezvény? Milyen főbb pontokat beszéltek át? Először is arra kellene választ adni, hogy milyen szerepet töltenek be nálunk a civilek, vagy nevezzük sportolókat is. És Kistelek azon kisvárosok közé tartozik, ahol az itt élőknek sokféle sportolási lehetőségük van, hiszen nemzetközi méretű sportcsarnokunk van, van 25 méteres medencénk, tagjai vagyunk annak a történetnek, amit úgy hívunk, hogy tanuljon meg minden gyerek úszni, és számos olyan egyéb sport rendezvény van a két kézilabda és a futballon kívül, ahol a karate, a birkozás, vagy éppen a dárcosok. Tehát a lényeg az, hogy a görkorítól, a dárcig, a focitól, a kézilabdáig sokféle lehetőség van, és fontosnak tartjuk azt, főleg évelején, hogy nézzük meg azt, hogy ki mit ért el, és hol tart. De talán a legfontosabb, amiben egyetértettünk, hogy tudjunk egymásról. Hiszen lehet, hogy te se, én se nem tudom a másiknak a sikerét, eredményét, hányan vannak éppen, mikor vannak az edzések. És itt van ez a social media, mint lehetőség most már, és egyre jobban kinyílt a világ. Láthatjuk azt, hogy ennek apropóján ezekről a rendezvényekről közösen létrehozunk egy olyan eszközt, egy olyan lehetőséget, ami információt ad. És létrehozunk olyan belső csoportot, ahova föltöltve tudunk egymásról. És ebben egyébként nagy mértékben egyetértett mindenki. Beszéltünk arról a jövőképről, hogy itt a sport révén milyen olyan egyéb történetek lehetnek. Most tudtuk meg, hogy lesz sakk. Most tudtuk meg, hogy az idéntől lesz megint falmászás. És egyébként még több olyan civil kezdeményezés van, ami a gyaloglást, ami egyébként, bocsánat, olyan szabadidő eltöltést jelent, amihez egyébként lehet csatlakozni. De ezzel párhuzamosan én jó magam, aki építész polgármester vagyok, látom azt, hogy a Tanuljon meg minden gyerek úszni programban közel 500 gyerek jár hetente hozzánk. Azt is látom, hogy de jó lenne még ezt bővíteni. Azt is látom, hogy a sportállamtitkárság partner abban, hogy ezt lehetőség szerint még tovább bővíthessük, és további térséget húzzunk ebbe be. Én lelki szemeim előtt azt látom már, hogy a fürdőt óvatosan bővítenünk kellene. Hogyan tudjuk legcélszerűbben? 33-as medencével a sportcsarnok irányában. Akkor viszont másik sportcsarnok. Ami viszont lehetőséget ad már olyan kisebb edzőtermekre, hogy a karatéseink, a birkozóink, a pingpongosaink, stb. Hogyan lehet egy sportházba behozni. Nyilvánvalóan ezek hosszabb távú tervek, de jó volt erről beszélgetni, jó volt arról beszélgetni, vagy látni, hogy hogyan partnerek egyébként az a sok-sok sportvezető, sportoló, és a vezetőknek, sportolóknak hadd mondjak ezen a csatornán is keresztül köszönetet, mert ezek, bocsánat, nem fizetésért, nem azért, mert ebből valami juttatásuk származik, hanem egyszerűen a szívük, lelkük a sport, és ezt szeretnék továbbadni az újabb generációnak is. A civil és a sportfórumon is fölmerült, hogy jó lenne egy kis segítség az önkormányzat részéről, és szóba jött a civil referens. Ez megoldódott-e, sikerült-e valakit kijelölni, erről mit tudhatunk? Igen, mindjárt a civilekkel, mikor találkoztunk itt, azok az egyesületeink elsősorban, akár-akár városvédők, nagycsaládosok, nyugdíjasok, stb. Hogy egyértelmű vált
ez a fajta összefogás is az egymásról való tudás, viszont azt is láttuk, és abban is egyetértettünk, hogy jó lenne olyan valaki, aki egy kicsit nyöztet bennünket, kicsit kéri az információt, kicsit összegyűjti ezeket az adatokat, és gyakorlatilag napra készé tesz mindazt, ami ehhez tartozik. És szerencsére a kolléganő Menikő, az ő volt felelős azért, hogy már összehívja ezt a civil fórumot, ő is ott volt ezen a rendezvényen, és nyilvánvaló az volt a legkézenfekvőbb, aki az információ közelébe van, egyrészt nekem is ismeri a mindennapjaim elfoglaltságát, akkor ő legyen ez az összetartó kapocs, és nyugodtan nyilatkozhatom, hogy ez a munka már folyik, és azt látom, eredményesen folyik. Jönnek az adatok, mennek vissza az adatok, tudunk egymásról. Tök jó hallani azt, hogy ezek ezt csinálják, azok meg oda mennek. Ezek hétköznapi dolgoknak tűnnek, de ebből áll az életünk, hétköznapokból elsősorban. Enikő, téged ért az a megtisztelő feladat, hogy civil referensként közreműködhetsz a civilek és a város életében. Hogy ért ez a megtiszteltetés, és milyen feladatokat láttál el, illetve hogyan fogod ellátni ezt a munkát? Én ezt egy tényleg megtisztelő feladatnak és hálás feladatnak gondolom, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy rám gondoltak. Az, hogy a mindennapi életben a civilekkel folyamatos kapcsolattartásban vagyok, nagyon sok információt kapok ezáltal, és nagyon sok információt tudok átadni. Bárki, aki csak betelefonál, vagy az utcán megállít és kérdez valamit, napra készen tudok nekik segíteni abban, hogy mi, hol, mikor van, hova lehet elmenni, hol, mit lehet csinálni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon megtisztelő feladat. Nagyon örültem neki. És maga a civil szervezeteknek milyen formában tudsz majd segíteni? Ugye ez még csak most indul el, úgyhogy most kezdtük el ezt a munkát. Abban tudok nekik segíteni, hogy mint egy kapcsolattartó, bármikor bárkinek bármilyen kérése van, vagy kérdése, nyugodtan kereshet hozzám. Már csak helyszínre van szüksége, nem tud egy programot hol megtartani, valamilyen tárgyi dolog hiányzik neki, támogató kellene, bármilyen olyan dolog, amire nem biztos, hogy nekik ott készen megvan, én tudok nekik segíteni. És legalább tudják, hogy kit kell felhívni. Szerintem már az is jó dolog, hogyha tudod, hogy kitől kell segítséget kérni, mert akkor már elindul. Körülbelül 30 egyesülettel kell, egyesülettel és civilekkel kell foglalkoznom. Remélem, hogy ennél csak több lesz. És milyen programok várhatok így a civilek részéről a közeljövőben? Azt most nem lőném el, hogy milyen programok várhatók, hanem inkább azt mondom, hogy lesz egy eseménynaptárunk, amin most dolgozunk, ami ki lesz küldve az újsággal, vagy közélesztéve, és ezáltal a lakosok tudni fogják, hogy mikor milyen esemény lesz, és tudnak előre tervezni. Vagy akár tudják azt, hogy egy új sportot szeretnének kipróbálni, mikor, hol van erre lehetőség, információt fogunk átadni. A civilek, illetve a sportegyesületek mellett a város meghatározó része a vállalkozások. Esetleg a vállalkozók tekintetében gondolnak-e egy ilyen fórumra? Két dologba gondolkodom egyértelműen. Egy-két-három héten belül szeretnénk egy vállalkozói olyan fórumot, ahol, bocsánat, nem bankokat akarunk meghívni, meg nem pályázatírókat, hanem egymást között beszélgetni, hogy körülbelül mi a helyzet, mi az én információm, mi az ő információm, tudjunk ott is egymásról, én egyébként jellemzően szokott lenni, ezt szeretném egy picit jobban kiszélesíteni. Másodszorban pedig jogosan fordultak felém olyan kéréssel, hogy akár a média hátterünket felhasználva legyen egy olyan beszélgetés az új betelepülő vállalkozósokkal is, mint például most a tortilla vagy a húsüzem, ahol bátran lehet kérdezni arról, hogy hol tart a dolog, mikor lesz kész, hány embert foglalkoztatnak, és nyilván teljesen más ez a nyilatkozat az ő szájukból, mint hogy épp a polgármester vagy bármely kollégánk ebben nyilatkozik. Úgyhogy én ezekre nyitott vagyok, és nagy valószínűség szerint ezt nagyon-nagyon közel jövőben veletek együtt a médián keresztül szerintem be tudunk előrelépni. Kicsivel több mint 600 fővel Kistelek legnagyobb létszámú rendezvényévé vált a harmadik zenész és vőfély találkozó. A rendezvény után a két főszervezővel beszélgettünk, milyen visszajelzések érkeztek a bárról, hogyan érezték magukat a vendégek.
kívánok, kedves főzőurak! Megvan-e már áldva ez a hús? Folyamatban van. Kérjük rá az áldást. Kértek rá áldást. Akkor megadom, mint az egyetemnek és Magyar Szabad Egyház nevében megáldom a pörköltet. Legyen áldott az öreg marha, ki volt ennek a nemzője. Legyen áldott ennek ledöfője, s legyen áldott ennek főzője, ki beletette fülét, farkát, inát! Kívánok, hogy minden este a párjától kapjon egy pohár pálinkát. Kedvesek! Siker az nagyon nagy volt, érdeklődés is nagyon több mint, hát 600-an jöttek össze a legvégén. Nagyon nagy siker volt, szerencsére nagyon sok támogatást kaptunk, akár a hivataltól, akár egyéni személyektől, magánszemélyektől, amit ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni. Illetve hát Nagy Sándor polgármester úrnak szeretnénk leginkább az önzetlen támogatást, és a Kistelek önkormányzatnak a dolgozóitól is, amit kaptunk, segítséget, akár a sportcsarnok berendezéseit, amiben mindenben tudtak segíteni. Nagyon-nagyon jó sikerült szerintünk. Igaz, hogy senkitől nem kértünk támogatást, de kaptunk felajánlásokat. Virágüzlet, Klári Virágüzlet, Kisteleki önkormányzat, Nagy Sándor polgármester úr önzetlen munkáját nagyon szépen megköszönjük. Köszönjük a hivatal dolgozóinak, hogy ilyen csodálatosan berendezték a termet. Köszönjük a táncosoknak, hogy kölcsönadták a függönyüket. Tehát itt sorolhatnám szépen sorba, és így tevődött össze az egész este. Volt-e visszajelzés, hogy ízlette a vendégeknek a marhapörkölt? Természetesen igen. A marhapörkölt az mindig csodálatosabb a létterem, amit az asztalra rak. És nem csak a marhapörkölt, hanem az egész vacsora mindenkinek nagyon ízlett. Nem csak kistelekiek voltak, vagy máshonnan is érkeztek? Igen, máshonnan is érkeztek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztek vendégek. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkeztek vendégek. Bajáról érkeztek vendégek. És itt a környező falvakból természetesen. Jövő évre való tekintettel rajta vagyunk a szervezésen, és úgy néz ki, hogy meg is fogjuk tudni szervezni. Bízok benne, hogy akkor is ugyanennyien fognak összejönni, és ugyanígy jól fogják magukat érezni. Nekünk a család segít, ebbe a kedves nejeink vannak benne, Béltekiné Budai Hajnalka, Tótné László Erzsébet és a lányom, Tótné Harmat Nikolett. Nagyon szépen köszönjük nekik az áldozatos munkájukat, azt, amit ezért a rendezvényért megtesznek. Egyébként még a legnagyobb segítség az a Bélteki Csabi részemről. Illetve Tóth Józsi az én részemről. A bárról egy hosszabb, kommentár nélküli beszámolót láthatnak a heti mozaikban. Március végén újra Körúti Színház a Művelődési Központ színpadán. A kultúrát és a jókedvet Molnár Ferenc a Doktor úr című vígjátékával szállítja a társulat Kistelekre, főszerepben Beleznai Endre. A tavalyi bérletek még érvényesek. A Kisteleki Színházi évad második előadását fogja előadni a Körúti Színház. Hamarosan mikor lesz ez, és mit tudhatunk az előadandó darabról? Szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm a Kistelek TV nézőit. Igen, ahogy említetted, a 2023-as és 24-es évad második előadása fog következni. Ez egészen pontosan március 28-án este 7 órakor fog kezdődni, Molnár Ferenc a Doktor úr című előadással. Erre az előadásra még jegyek kaphatóak továbbra is a Művelődési Ház jegyirodájában, hétfőtől péntekig, hétfőtől csütörtökig 8-tól 4 óráig, pénteken pedig 8-tól 10 óráig. Mit tudhatunk a darabról, illetve milyen neves színészek jelennek meg a darabban? Molnár Ferenc a Doktor úr című darab alapjáraton egy vígjáték, és ezen vígjátékon belül fogja megtisztelni városunkat jelenlétével Beleznai Endre színész. Arról beszéltünk, hogy mikor lehet a jegyeket megvásárolni, és hova jöjjen, aki jegyet szeretne. Ha jegyet szeretne vásárolni, ez a Művelődési Ház jegyirodájában tehető meg. A jegyiroda egyébként a földszinten van, ahogy a Centrál Kávézón keresztül, vagy esetleg a forgóajtón keresztül befáradnak a kedves vendégek, rögtön balkész felül az első iroda, a jegyiroda lesz. Ugye volt hirdetve bérlet is, a bérletvásárlók is jöhetnek erre az előadásra. Természetesen, ez így igaz, a tavalyi évben megvásárolt bérletek erre az előadásra is továbbra is érvényesek.
És ugye három előadásból áll az évad. A harmadik előadásról mit lehet tudni? A harmadik előadásról annyit lehet tudni, hogy a pontos időpontja az április 30-a, este 7 óra lesz. Kiemelkedő munkát végző testnevelőket, a testedzés népszerűsítésében aktív szerepet vállaló iskolákat, eredményes sportteljesítmény nyújtó diákokat díjazott 2024. február 15-én a Csongrád Csanád Vármegyei Diáksport Egyesület. Elismerésben részesült Kelemen Zita, a Kisteleki Általános Iskola testnevelő tanára is. Kelemen Zita testnevelő tanár elismerést kapott a Kisteleki Iskolások Diákolimpiára történő felkészítése miatt. Zita a tankerület vezetőitől vehette át az ezzel járó melegítőket. Hány diákot készített fel a Diákolimpiára? Először is köszönöm szépen, hogy meghívtatok, hogy el tudjam én is mondani, hogy miért és hogyan kaptam ezt a díjat. Ezt a díjat a tankerület az idéntől bevezeti, minden olyan testnevelő tanár jutalmú kaphatja, akik Diákolimpián indít versenyzőket. Ezt a díjat nem csak én kaptam, mert ez egy csapat összefogásból alakult ki. Mind a négy testnevelő, akkor a Kisteleki Általános Iskola dolgozója, az mind a négy testnevelő ugyanúgy megérdemli, mint ahogy én. Jelen esetben én vettem most át ezt a díjat, de a kollégáim Jánosi Adél, Kotenc Bukor Csilla és Mihályfi Katalin ugyanúgy és ugyanolyan értékkel képviselték a jelentkezéseket, mint ahogy én. Milyen versenyszámok vannak, hogyan kell elképzelni egy versenyt a Diákolimpia keretében? A Diákolimpiát úgy kell elképzelni, hogy minden magyar iskolában tanuló, legyen az állami iskola, legyen az egyházi iskola, minden olyan gyerek, aki középiskolába, illetve általános iskolába tanul, Diákolimpián részt vehet. A Diákolimpiát támogatják a szakszövetségek, ezáltal minden sportágba indulhatnak a gyerekek. Pingpongban, labdarúgásban, tornában, asztaliteniszben, karatéban, tehát a sportágak száma az végtelen. Minden egyes sportágot támogat a szakszövetség, ezáltal a Magyar Diáksport Szövetség ezt a kettőt így összekapcsolja, és ennek alapja vagy végtermék a Diákolimpia. Mi az alapsportágokban szoktunk elindítani gyerekeket a mi iskolánkból. Ezek általában a fiúknál a foci, ami szerepel, a Jánosi Adél kolléganőm viszi általában az úszást, a Mihályfi Katalin kolléganőm és a Kotenc Bukor Csilla kolléganőm, ők viszik általában a kézilabdát, és erre jönnek még azok a sportági kiegészítők, ami alapsportágnak számít, például az atlétika, de viszünk görkorcsolyásokat is, akiket az egyesületek neveznek, viszont az iskolai kereteken belül a diákolimpiai sportágakként indulhatnak a versenyeken. Miért fontos, hogy minél többen részt vegyenek a megméretetésen? Igazából ez a gyerekek érdeke, hogy minél többen ott legyenek. A Magyar Diáksport Szövetség és a szakszövetségek lehetőséget nyújtanak, hogy megmérettessék magukat a gyerekek, és egy versenyszellemiséget tovább vigyenek majd az ő gyerekeiknek, illetve megtanulják azt, amiben mi is felnőttünk, hogy nagyon fontos a sport, de lehet versenyszinten is űzni. Nyilván adunk egy lehetőséget, hogy belekóstoljanak a versenyzésbe, és majd ezt későbbiekben, amikor már felnőttek, akkor ezt tudják esetleg kamatoztatni, továbbvinni. A sport egyébként az általános tulajdonságait tudjuk, hogy életre nevel, a rendszerességre, a fokozatosságra. Tehát ezeket most nem szeretném elmondani, de ezért fontos az, hogy igen, gyerekkorban már elinduljon ez a versenyzési lehetőség, nem élethalál kérdése. Azokat a gyerekeket indítjuk, akik szeretnének, nem kötelező ezen részt venni, de hála Istennek a gyerekeink ismerik ezt a típusú versenyrendszerünket, szívesen jönnek bármelyik versenyünkre, amiket elindítunk, és mindig pozitívan jönnek ki a gyerekek a megmérettetésekből. Az az előnye annak, aki ebbe a Diákolimpiai versenysorozatban részt vesz, hogyha elindul a körzeti versenyen, ott tovább jut egy megyei szintre, és onnan is tovább jut egy országos szintre, nyilván elér ott valamilyen helyezést. Ha országos szinten az első 6 helyezetbe valahova bekerül, vagy egyénileg, vagy csapatban,
az a kisdiák, az a sportoló mindig visz tovább kreditpontot. Ez azt jelenti, hogy ha a középiskolából majd tovább szeretne tanulni főiskolára, egyetemre, minden egyetem és főiskola kiírja, hogy a ő szakára vagy ő karára mit jelent az, hogyha ő országos versenyen harmadikként beért, vagy hatodikként, mert pontszerzésként viszi tovább, amit az egyetem ott beszámít a továbbtanulásnál. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik Heti Mozaik című műsorunk, amelyben információkat tudhatnak meg a Nyugdíjas Klub programjairól, Bencsik Dominik bemutatja világbajnok madarait, és megnézhetik, milyen egy versenytáncos farsang. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!